Szevasztok srácok, Csipi vagyok, itt lennénk a 12. Flash SBC-vel így a Lunar New Year Event alkalmából, ugye? Holnap, tehát hétfő, este hétig tart ez az új év, ez a kínai új éves okosság, addig jöhetnek még ilyen Flash SBC-k. A soron következő a The Bulldogs nevet kapta, és ne kérdezzétek meg, hogy miközben ennek ez az argentin, illetve ennek a Premier Ligás Evertonnak, ugye fogalmam sincs, ezt a két játékos, hát igen, ezt a két e, csapatot jelölték ott meg, egy-egy csatár személyébe, ugye van ott egy argentin, illetve egy angol, 8, minimum 8 aranyjátékost kérnek, mind a 9 játékosnak ritkának kell lennie, 95-ös csapat kell kihozni, és ugye 9 játékos kell ebbe a squadba, hiszen ez egy ilyen party a squad challenge, vagyis előre be van már rakva, Kettő darab játékos ratinget nem kértek, de hát ugye Rare aranyjátékosokból köszöntek kirakni az egészet Tehát ez azért hoz magával egy ratinget. Na hát ezt nagyon egyszerű volt megcsinálni, elkészíteni Az egészet ugye Argentin játékosokból raktam össze Ide még befért egy ilyen ezüst is Ez is Rare Van itt mindenféle liga Argentin egyes, angol egyes, argentin egyes, mexikói egyes Spanyol egyes, orosz egyes olasz egyes. Volt itt néhány játékos, ami nem eladható. Ide már betettem egy elemet, tök mindegy volt, ha ide betesztek egy CM-et, sokkal jobb lesz a kemisztre, és akkor elvileg loyalty nélkül is kijön. Ugye nekünk mindenki szinte pakból volt, szóval azért van meg a százas chemistry. De szerintem ez a loyalty nélkül is kijön így. Ha ide még betesztek föntre egy lanzinit, az még jobb. Ugye akkor még jobb lesz a chemistry, akkor ez az Evertonos is azt hiszem 10-es lesz de erre már nem esküszöm meg, de biztos egy 8-9-esen, 8 ason biztos. Na, szóval ez egy ilyen nagyon egyszerű kis SBC, ezt így a legkönnyebb szerintem megoldani, illetve hogyha nincsen uh, argenti játékosatok, akkor ugyanezt megcsináljátok angol játékosból, ugye felépítetek az egész csapatot angolból, ugyanilyen jó lesz, csak ugye rare játékosok kellenek bele. Egy megapakjáért, úgyhogy nyomjuk el, Gyorsan ki is nyitjuk a pakkot, nem várok tőle semmit, meg a pakk, lófasz se szokott ebből jönni. Tele lesz majd ilyen 200 koinos fossal, figyeljetek meg, szerződés meg ilyesmi. Hopp, egy bord. Á, legszarabb, ez egy itt legszarabb bord, szerintem ez duplikét is nekünk. Bonaventure egy szar, 83-as van benne, Donnarum, Yangtó, Wood, Dahud. Jó, tehát van benne pár játékos, és akkor itt jönnek ezek a 200 coinos szarok. Ebből aztán van annyi, mint a szemét benne, egy-két fitness, újra 200 coinos fosok. Használatlan, ez is 200 coinba megy, ez az átalakító, szerintem minimálisan drágább, max. Akkor egy szar Címer, izé. és akkor van itt néhány duplikét játékos, Hát van benne 83-as, meg 82-es. itt is egy 82-es. Relatív, annyiból jobb az a pakli volt benne egy 82-es, meg 83-as játékos. de nem 79-esekkel, meg 76-osokkal van tele, úgyhogy ennyiből jobb, de hát ezek a megapakok egy nagy kalap szarok. Tényleg hát a kiírják, hogy 30 item mennyire fasz a legnagyobb pak, és akkor a fele 200 coinos ilyen trágyalé. Ezeket felküldöm a transferre. azok a 82-esek még SBC-be ilyen TOT és SBC-be talán jók lesznek. Srácok, ennyi lett volna a 12. feles SBC. 12. ha jól számolom, ha tetszett, egy lájkot. Like következő éjjel háromkor lesz elérhető. Megcsináljuk majd azt is. Csipi voltam, szevasztok!